Om Namah Shivaya. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. A hármasságokról fog szólni a zenben és a jógában a mai előadásunk. Előtte néhányszor megzengetjük hangosan az Om mantrát, 3 percig mentálisan meditálunk, azt követően pedig tanító-tanítvány mantrája az 30 másodperc, és elkezdjük az előadást. Elhelyezkedünk kényelmes, keresztbetett lábülésben. Hátunk, nyakunk, fejünk egy vonalban van. Kezünk meditációs tartásban. Órunkon keresztül lélegzünk, nyugodt hasi légzéssel. Figyelmünk a kiválasztott fókuszpontunkon, vagy a szívünkön, vagy a 2 szemöldökünk között. Aki inkább érzelmi alapon működik, fókuszáljon a szívére, aki inkább racionális, a 2 szemöldöke közé. Néhányszor megzengetjük az Om mantrát, majd azt követően mentálisan folytatjuk, kiki a saját meditációs módszerével. Visszatérünk a meditáció folyamatára. Így meditálunk a következő 3 percben. Képzeljünk el egy szokatlan állapotot, amivel eddig nem nagyon találkoztunk. Képzeljük el azt, hogy az ősrobbanás előtt vagyunk 1 perccel benne a pralájában, amikor a prakriti, az egész anyagvilág vissza van húzódva és megnyilvánulatlan állapotban létezik. A 3 guna bent van a prakritiben. Képzeljük el magunkat, hogy nincs univerzum, nincs tér, nincs idő, csak csend van. Majd egy váratlan pillanatban már a feltételezés is azért volt rossz, hiszen ha nincs anyag, akkor nincs idő se. Tehát nincs ilyen, hogy az univerzum megnyilvánulása előtt 1 perccel. Abban a pillanatban, akkor, amikor ahogy a tudósok tartják mostanában 13,6 milliárd évvel ezelőtt, egy pontból kiáradt ez a világegyetem a legtávolabbi galaxisokkal együtt,
abban a pillanatban megnyilvánultá vált a prakriti, azaz az anyagvilág, vagy természet, nevezd, ahogy szeretnéd, és a megnyilvánultságával együtt felbomlott a három guna aránya, a szatva, a rajasz és a tamasz. Erről szeretnék ma, mint hármasságról néhány gondolatot elmondani, elsősorban azért, mert ez mindnyájunk számára, természetesen saját magam számára is méltó tükröt nyújt. Az egyik nagy problémánk az, hogy a tanítványok nagyon nehezen tudják önmagukat megvilágosítani. Ennek az az oka, hogy a saját szemük előtt is fátyol van. Az az objektív látásmód, amit ők hisznek magukról, az egy csalóka, illúzió látásmód. Az anyagvilágnak, ahogy ismerjük, három sajátossága van. Az egyiket úgy hívjuk, hogy szatva, ezt tisztaság, világosság, jóság, tudás jelzőkkel szokták ellátni. A másik ilyen sajátosság az anyagvilágnak a rajasz, a mozgékonyság, a változás, és a harmadik a tamasz, a tunyaság, a sötétség, a butaság. Na most általában nagyon sokan szoktuk egymást kiosztogatni, hogy mennyire buták az emberek, meg ehhez hasonló kifejezéseket, de próbáljunk meg megismerkedni ezekkel a fogalmakkal, ahogy azok valójában vannak. Addig, amíg így látunk egymás között, nincs túl sok gond. Abban a pillanatban, amikor a tamasz eltakarja a tudatunkat, akkor ezt látjuk. Sötétség van, be vagyunk ragadva a matériába, falak vannak, nincs átlátszás, nem látunk át a pokrócon, el kell kezdeni majd vékonyítani, és itt egy újabb fátyol van, amelyik már szemmel láthatóan egy kicsit átlátszó, de elsősorban virágokat látok rajta. Ez az az állapot, amikor már a tamasz elkezd elgyengülni, és a rajasz kezd el dominálni, és hogy egy picit képünk legyen ebből az egészből, ahogy tudjuk, az univerzumban semmiféle statikusság nincs. Minden mozog, minden pillanatban, úgyhogy ezek a fátylak, amit az előbb is láttál, ezek tulajdonképpen olyanok, mintha egy mozi lenne itt előttem, egy olyan szövet, amiben állandó mozgás van, úgyhogy minden nap más takaróval kelhetek föl és fekhetek le. Gondolom elég szép, de még mindig nem látok. Teli van formákkal, teli van mindenféle történéssel, azaz ez, amit most látok, ez az én kis életfilmem. Ezt látom körülöttem anyagvilágként, és majd, ha még többet fogok meditálni, akkor lesz egy ilyen fájtlam is. Ez a szatva fájtla. Ez az anyagvilág legfinomabb minősége. Ebben is van egy pici rajasz és tamasz, hiszen tudjuk, hogy az anyagi világ három sajátossága, az mindig együtt jár. Az arányok a különbözőek. Lehet a világot osztályozni, de a legegyszerűbb az, ha megértjük, legalábbis ha a jóga filozófia területén szeretnénk maradni, hogy minden jelenséget az univerzumban ez a három aspektus, ez a három sajátosság alkot valamilyen formában. Megtehetjük azt is egész életünkben, hogy beavatkozunk az anyagvilágba kifelé, és megpróbáljuk átalakítani a mi ízlésünk szerint. Eddig nem sok embernek sikerült,
maximum átmenetileg. Ezért van szükség arra, hogy megértsük azt, hogy elég lesz, ha először ezt a vastag fájtlat, amiben a tamasz, a sötétség, tunyaság, butaság dominál, elkezdjük a jóga eszközeivel tisztítani, majd meg fog jelenni a következő fátyol, és amikor ez megjelenik, akkor már inspiráltabbak vagyunk, mert egy picikét belátunk a fátyol mögé, és eljön az az idő, amikor az önfejlődésünk révén már boldognak érezzük magunkat, és nem azért, mert valaki nagyon kedves hozzánk, hanem azért, mert elkezdjük felismerni a saját önvalónkat. Mégis úgy tűnik, hogy ez a fátyol már hordható. De mégse akarjuk hordani, mert az anyagvilághoz tartozik. Aki szeretne kiszabadulni a tér és az idő börtönéből, szeretne megszabadulni az okokozat világától, annak sajnos bármilyen drága is ez a fátyol, el kell engedni ezt is, hiszen csak akkor tud visszatérni valódi természetébe. Ha belenézünk a jóga szutrákba, akkor már rögtön a kezdeteknél beleakadunk ezekben a mondatokba, mi is tulajdonképpen a jóga. A jóga az elmeközeg gondolathullámainak módosulásának megszüntetése. Azaz a táncoló fátyol részecskéknek a leállítása. Abban a pillanatban, amikor a fátyolon megáll a tánc, abban a pillanatban a fátyol is eltűnik, hiszen minden anyagi minőség becsukódik. A harmadik szutra azt mondja, ekkor a látó a saját lényegi természetében nyugszik. Akkor, amikor szabadon lát, és nincs semmi akadály előtte, azaz minden elmeváltozás mentesen a saját szvarupájában vagy valódi természetében létezik, azaz túllépett az elmebirodalom korlátain, azaz benne van az időtlenségben, hiszen csak az elmebirodalmában van idő, benne van az abszolút tudásban, és benne van az abszolút üdvösségben vagy boldogságban. Úgy tűnik, hogy mivel ez a valódi természetünk, soha nem fogunk megelégedni semmiféle külső boldogsággal. Magának, ennek a rövid időszaknak, ami 432 000 év, és Kali Yugának nevezik, ez az emberiség legsötétebb korszaka. Ekkor a legvastagabb a fátyol az emberek tudata előtt, és ekkor történik az meg, hogy kívül keresik azt, ami odabent van, azaz belül. Ahogy az istenek leültek annak idején beszélgetni, és ki akarták találni, hogy hova rejtsék el a lelket. Hát az egyik isten azt mondta, hogy rejtsük el a hold másik oldalára, ott biztos nem fogja keresni az ember. Hát erre mondta többi isten, ne bízza az emberekbe, egészen biztos, hogy el fognak mászkálni a hold másik oldalára. Erre aztán a másik isten azt mondta, hogy dugjuk el a tenger fenekére, ott biztos nem fogják keresni a lelket. Erre leszavazták a többiek, hát biztos csinálnak valami hajót, azt lemennek a tenger fenekére, azt megtalálják a lelket. Erre az utolsó javaslat az volt a főistentől, hogy dugjuk el a lelket az emberbe saját magában. Ott garantáltan nem fogja keresni. És igaza volt.
8 milliárdan kint keresik a boldogságot, 8 milliárdan próbálnak újabb kütyüket és boldoggá tevő eszközöket keresni, miközben senkit nem zavar, hogy senki nem boldog tartósan. Úgyhogy valószínűleg, legalábbis a mesterek szerint praktikus megváltoztatni az irányt, és érdemes befelé keresni. De most nézzük meg a következő szutrát, és ígérem, az első fejezetből már többet nem fogok olvasni. Máskor, azaz amikor az elme nincs nyugalomban, a látó a gondolat hullámokkal azonosítja magát. Azaz mi történik? Elindul a házi mozi, és ez a fátyol egy dinamikus fátyol, mája fátylának is nevezik, a három gúnából van szőve, elváltoztatja a valóságot előlem, és amit látok, az a vásznon történő jelenségek sokasága. Ezzel egyértelművé is válik, hogy miért is nem akarjuk ezt a vásznat eltávolítani. Azért, mert beleszülettünk. Amikor megszülettünk, ott volt a fátyol, és a halálunk pillanatáig ott lesz a fátyol. Nem vesszük észre azt, hogy ezt a fátylat mi készítettük saját magunknak a karmáinkból. A megtanulandó leckéinkből, és ebből teljesen következik az is, hogy azért vagyunk itt a Földön, addig hibázzunk, amíg nem fáj annyira a hiba, hogy egy idő után elkezdünk változni, és szeretnénk az utolsó fájtlakat is elengedni, mert megunjuk azt, hogy végesek a boldogságaink, megunjuk azt, hogy véges a fizikai életünk, de rossz a logika is, gondolj bele. Valamikor egy kis embrió voltál, te is, meg én is. Abból lett egy 3 kilós gyermek, amikor kijötte az anyukádból. Honnan lett az a 3 kiló? A prakritiből, az anyagvilágból. És most itt ülsz 60 kilósan, 50 kilósan, 80 kilósan, és szeretnéd elvinni magaddal ezt a rozoga testet. De nem adják. Azért nem adják, mert ez nem hozzád tartozik, ez nem a tiéd. Ezt kölcsön kaptad. Meg csípje a testedet, ez a jószág itt. Tényleg. Hát egy érdeklődő légy. Tehát tovább folytatva a gondolatot, amivel azonosítjuk magunkat, az soha nem volt a miénk, nem tartozott hozzánk, az egy szerszám, az egy eszköz a fátyollal együtt, a házi mozinkkal együtt, hogy fejlődhessünk, hogy változhassunk. Nézzük meg az élet értelmét, most már több fejezettel arrébb megyek, a második fejezet 18-as szutráját. A látott természete, azaz a körülöttünk lévő világ, fény, szatva, tevékenység, rajasz, és tunyasság, tamasz. És ezt az elemek és az érzékek alkotják. És most jön a válasz az élet értelmére. Létezésének célja, hogy megtapasztalást és megszabadulást adjon a léleknek. A szutrák szerint az egész anyagi univerzumnak semmilyen más feladata nincs. És nézzük meg befejezésképpen, legalábbis ennek a gondolatnak a befejezése végeképpen, mi történik azzal a lényel, aki már elég zenelvonuláson volt, rengeteget meditált, és egy szép napon megvilágosodott. Azt írják a szutrák, mivel inkább egy szutrával előbb kezdem, hogy érthető legyen. Egy pillanat. Ekkor
A dharma még a szamádi megtapasztalását követően a jógik számára, akik beteljesítették létezésük célját a megszabadulás által, a gunák sorozata, a gunák módosulásának sorozata véget ér. Mivel már nem szolgálnak semmi célt a lélek számára, hiszen befejezték tanítói tevékenységüket, a gunák visszahúzódnak saját forrásukba, a prakritibe, vagy más szóval a látó, akit a tudat ereje jellemez, megállapodottá válik saját lényegi természetében, az önvalóban. Így végződik a jógáról szóló írás. Még egy kiegészítés van a mai előadáshoz, a hármasságokról. A jóga szutrák mellé írt Vyásza egy kommentárt. Látszik, hogy nem az könnyű műfaj a jóga szutrák, és a Vyásza kommentárnál az első fejezet első verséhez leírta az elme öt állapotát. És ebben az öt állapotban, amit most nem fogok részlegesen kibontani, csak az alapelveit mondom, és azért mondtam, hogy pont hol van, hogyha valaki keresni akar és tanulni akar belőle, akkor pontosan tudja, hogy az elme minden változása a három guna változásával van összhangban. Nevezetesen az első a mudha, a tompa, sötét, primitív embernek az elméje, amelyben a tamasz dominál, majd a második a ksipta, a teljesen szétszórt elméjű ember, ha láttál ilyet, szóljál nekem az előadás végén. A harmadik annak az embernek az elméje, aki elindul már az önkiteljesedés útján, és már nincs annyi rajasz benne, mint az előző esetben, majd tovább elkezd gyakorolni, és létrejön az úgynevezett viksipta elmeállapot, amikor már képes vagy összerendezettel legalább egy rövid időre gondolkodni, képes vagy jóga gyakorlatokat figyelemmel, ahogy a szutrák írják, hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással gyakorolni, és amikor már ebbe is kezdesz kiteljesedni, akkor jön a negyedik elmeállapot, az úgynevezett ikagráta, amiben már a szatva dominál, és ez az ikagráta a szanszkrit egyes ika számból kezdődik, az egyhegyű elmét sikerül létrehoznod. De ez még nem elég, mert még itt van ez a fátyol. Még benn vagy a prakritiben, ekkor van szükség arra, hogy az utolsó elmeváltozásokat is elnyomják, és az utolsó elmeváltozások elnyomásával lépsz túl az ötödik, a nirodha elmeállapotba, ami már nem elmeállapot, hiszen meghaladtad a kiteljesedett, megvilágosodott állapotba. Hogy kép legyen erről is, hogy mi ez, a fizikai testedben dzsíva muktaként meg tudod élni ezt az állapotot, ahogy Swami Sivananda, Buddha urunk is megélte. Buddha urunk az 35 éves korában teljesedett ki, és az írások szerint 80 éves koráig tanított, azaz még 45 évig. Swami Sivananda 43 éves korában teljesedett ki, és még, mint kiteljesedett mester, még 33 évig segítette a világot több száz könyvvel, több kiteljesedett tanítvány képzésével, és segítette azzal, hogy ez a Sivananda Yoga Központ is itt van. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást és az inspiráló bevezetőt.
Én ilyen salátával készültem, ahol ilyen kis hármasok vannak különböző állapotban, és mivel tudhatjátok, hogy két ilyen előadást terveztünk a hármasságokról, a Buddha Dharma Sangha, illetve a Zen három alapeleme hármasságokat egy hónap múlva fogjuk tárgyalni. Viszont van valami, ami úgy érzem, hogy a trigunával engem összeköt. Ez pedig az a szemlélet, amelyet már a Zen gyakorlataim előtt úgy kicsikét pedzegettem, és a Zen pedig engedte ezt kifinomodni. Ez a kezdjük alulról, az anyagiság per érzékszerviség, utána a lélek és energia, és utána pedig a szellemiség, mint tudat. Tehát tudat, energia és anyag per érzékszerviség. Ez nagyon hasonlít a szatva, rajasz, tamasz hármashoz. És egy pillanatra képzeljük el, hogy ez a három állapot, ez egy valami lényegnek a három sűrűsége. A szatva a legritkább, látod a fájtlat, azon már szinte teljesen átlátsz, és nincs mintázat. A rajasz az kicsit vastagabb, az szépen hullámzik, és tele van mintázattal, szép vagy csúnya, kellemes vagy kellemetlen mintázattal, tehát van pozitív rajasz és negatív rajasz, attól függ, hogy a teremtés vagy a pusztítás felé megy el. És utána van az anyag, az érzékszervi sík, ahol be vagy betonozva az okozatiságba. És ez a harmadik, ez a legsűrűbb állapot. Ez összefüggésbe hozható a háromszor két létsíkkal. A Mahayana a világában, most csak a Zent idézem, nagyon sok olyan megkülönböztetés van, hogy milyen lélek, milyen test, milyen tudatállapot. Ez a buddhizmusban a 10 irány. És van egy küszöb, amely fölött a 4 olyan állapot van, amely nincs kitéve az élet és halál kényszerű változásának. Erről a 4-ről ma nem beszélek. A kényszer küszöb alatt, tehát az élet és halál körforgásának kényszerű küszöbe alatt, a szamszárának kitett létformákról szeretnék beszélni, mert ezek azok, amik a trigunával párhuzamba állíthatóak, de nem egyenlőek ezzel. Miért? Mind a 6 létállapot lehet szatvikus, rajasztikus és tamasztikus, kivéve ahol nincs fizikai test. Az az érdekes, hogy a 3x2-ből 1x2-t látunk, az emberit meg az állatit. Tudunk, ugye nálunk látszólag kevésbé intelligens létformákról, és az alattiak, azok meditációban a transzcendens látással jönnek elő, és az a fölöttiek is. Az emberi és állati alatt a démonikus, pokolszerű, a szenvedés örök mi voltát kommunikáló létszférák vannak, ezt hívjuk démonoknak és pokollakóknak. De ne címkézzünk annyira, ez egy Mahayana megfogalmazás, meg azért a monoteizmusban is látsz hasonlót. Ez egy olyan létállapot, ahol az elképesztő elsötétülés a karmának az örökteli szenvedés mi volt, tehát kommunikálja, holott ez nem így van. Tehát minden egyes jelenség múlandó. A több milliárd éves fekete lyuk is, ami csak úgy gamma sugárzást bocsát ki, azt kész, minden mást elnyel. Ez is mulandó. Az emberi és állati fölött van a két könnyebbik, a félisteni és isteni. Itt sincs fizikai test, legalábbis ilyen anyagi test nincs, mentál test, valamely teljesen más, viszont itt az örök boldogság birodalma, mint a paradicsom, meg a mennyország, tehát ezek vannak ugye előtérben, és ez sem örök. Ha megnézel ilyen irányú tanításokat, a félisteneknek egy nagyon harcos, erős energiatestük van, ezeket hívják aszuráknak, és a dévák, dévik, ne legyünk igazságtalanok vagy részrehajlók, azok pedig az istenségek. És itt sem örök a boldogság, ahogy a pokolban sem örök a szenvedés, viszont úgy tűnik, hogy mégis. Tehát kiderül, hogy az örökké valóság látszata az adja a szenvedés tudatát, és nem pusztán az a tudatállapot, amit a karmánkkal megteremtettünk. És akármilyen karmáról legyen szó, szatvikus,
rajasztikus vagy tamasztikus. A három alapjegye minden karmának érvényes rá. Egy, mulandó. Erről beszéltünk. A másik, hogy feltételhez kötött. Tehát nincs olyan karma, amelynek ne lenne oka. És az okozat egy következő karma okává válik. És így bejön a harmadik tulajdonsága minden jelenségnek, ami a tökéletlenség, vagy az eredeti tulajdonságok nélküliség. Ez azért fontos, mert a mulandóság és a feltételhez kötöttség azt tanítja, hogy a karmák önmagukban nem léteznek. Nem jók vagy rosszak, hanem mi teremtjük ezeket valamilyenné. És miért van erre a tanításra szükség? Azért, mert ahogy láttad a szemléltetésben, néha nagyon vastag a fátyol a szemünk előtt. És akkor nagyon-nagyon fontos emlékezni arra, hogy sem a pokol nem örök, sem a mennyország nem örök, tehát egyetlen egy karma sem állandó. Minden egyes állapot valahonnan jött, valameddig tart, és valahová elmegy. Ismerős ez? Ugye ez a Trimurtinak a működése, Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva pedig a tisztító vagy pusztító, attól függ, hogy a nyélnek melyik oldalán állsz. Tehát, hogy a felmosó rongynak az alján, vagy a nyélnek a tetején vagy. Ez nem mindegy. Általában elmondható, hogy ha ragaszkodsz a karmához, akkor pusztulsz, ha nem ragaszkodsz a karmához, akkor tisztulsz. És ezt a hármasságot így tessék nézni, hogyha ezek a törvények számodra világosak, akkor ez a dharmának az első kapuja. Ha ez a törvény számodra elfogadott, megfigyelt, bizonyított, akkor ez a három jelleg, a mulandóság, feltételhez kötöttség és eredeti tulajdonságok nélküliség az oldaladra áll. Nem perlekedsz az univerzummal. Nem lázadsz a dharma ellen. És használni tudod ezt arra, hogy megszabadulj, elérd a felébredettséget, fejlődj és segíts minden lényen. A fejlődés azt jelenti, hogy feldolgozod a karmádat. Nem úgy, mint a húsdarálóban, nem. Mert akkor csak ilyen apróbb lesz, azt még jobban szennyez. Tehát minél jobban elemzed racionális tudattal a karmádat, az annál nagyobb szennyeződés lesz belőle egy idő után. Hát a megszabadulás azt jelenti, hogy megvan a nem azonosulás, megvan az önálló lét nélküliség, és megvan az újrateremtettség, hogy újra tudod teremteni a nyersanyagból azt a személyt, aki vagy, illetve szeretnél lenni. Ez a hármasság azért fontos, mert az ember már születésétől fogva, de nem egyenlő mértékben az inkarnációja során megkülönbözteti a belsőt, a külsőt, és ami összeköti. Tehát a belsőd az a mikrokozmosz, a külső a makrokozmosz, és az érzékszervi, energetikai mozgás ezeken a csatornákon keresztül, illetve a nem látható érzelmi és gondolati tevékenységen keresztül összeköti a mikrokozmoszt a makrokozmosszal. Na most a triguna működése, a Trimurti megnyilvánulása, a belső, a külső és a kapcsolat működése, az mind a dharma. Tehát, hogyha megismerjük a törvényt, ami szerint ezek működnek, akkor teljesen másképp tudunk irányt venni és haladni. Az újabb hármas az a motiváció, a szándék és a célképzet. Tehát a szándék az a mostani, a motiváció a múltból jön, és a célképzet az pedig az előtted lévő, látszólag jövőbeni cél. Ez egy irányban van-e? Nézd meg magadban. Vagy pedig megpróbálod egy kicsikét szebbre festeni a múltat, hogy csak a szépre emlékezem. Megpróbálsz alternatív jeleneket fölállítani, hogy neked az jobb legyen, mint a valóság, és a célból pedig hát rengeteg kell. Valójában egy cél kell. Hát az ember azt mondjuk, ébredj föl, segíts másokon, ezáltal eléred mások és magad megszabadulását egyaránt. Úgy tűnik, hogy a Gyémánt szútrában foglaltak megint egy hármasra mennek vissza, ez úgy szól,
hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ebből, hogyha gyakorolsz és egy picikét ezt megemészted, kiderül az, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban van. Miért fontos ez? Nagyon sok önképed lehet. Számolj vissza 5 évet. Más voltál. 10 évet. Nagyon más voltál. 15 évet, 20 évet, 30 évet, 50 évet fel se ismered. Nem is emlékszel arra, hogy ki voltál. Elolvasod az e-mailjeidet, meg a naplójegyzeteidet, és kiderül, hogy hoppá, én akkor ezt gondoltam. Ezt éreztem. Ezt... Értjük? Tehát amikor a múlt, jelen és jövő összes karmájáról beszélünk, akkor kiderül, hogy ez a lélek mélyén ott van, és nem objektíve létezik, változik. De az eredménye és a kifutása az nem. Azt mi döntjük el. Tehát mi most az összes múltbeli karmánk eredményeként itt vagyunk. Egy ilyen kis időpiramisnak a tetején ott csücsülünk, ami a múlt. És egy lefelé fordított időpiramis, ami a jövő, annak az origójában, a gyújtópontjában vagyunk, és mehetünk bármerre. Valójában ezt le kellene egyszerűsíteni ahhoz, hogy normális ember életet tudjunk élni. Nézd meg, hogy milyen múltbéli karma hozott téged ide, most éppen mit élsz át, és a jövőben te mit szeretnél. A karmának a 3 alapjegye, amit az előbb mondtam, az kulcsfontosságú ahhoz, hogy te nem önző alapon elérd az inkarnációdnak a beteljesülését. Hogy te végigjárd az utadat. Ezek a világképek és önképek azért érdekesek, mert mindig változnak. De van valami, ami ezt látja a múlt, jelen és jövő síkjában. Tehát most hallottuk a táguló világegyetem koncepciójának az idézését. Itt is már vannak ízváltozatok. Tehát a hardcore klasszikusok tényleg azt gondolják, hogy egy mikroszkopikus, hatalmas energiatartalmú pontocskából tágult ki ez az egész. Vannak, akik már ugye dimenzió kollapszusáról beszélnek, hogy sokkal több terjedelem volt, és így összeesett, és maradt nekünk ez a 3+1. Ha megnézed, ez a tágulás, ez uniform. Tehát akárhova mész az univerzumban, ez tágul. Nem távol vagy közel vagy a középpontjához, minden egyes pont így tágul egymástól. Ez nem furcsa egy kicsit? Ez az uniform expanzió. Tehát nem valahol innen messze volt térben egy pont, és ahhoz képest minden szétmegy, minden egyes koordináta az ősrobbanás középpontja. Így jeled át. Ez a mostani kép. Előtte volt egy statikusabb világkép, aztán visszamegyünk még Newton, Kepler, még visszafelé Kopernikusz, még visszafelé Ptolemaiosz, azelőtt meg ki tudja, és kiderül, hogy ezek a világképek úgy változnak, ahogy a mi tudatformánk fejlődik, és a műszerezettségünk változik. Én már nagyon várom, hogy olyan műszer legyen, amely kimutatja, hogy ezt az egészet az elme csinálja. És hogy mindaddig értelmetlen objektív valóságról beszélni, amíg önmagunkat meg nem ismertük. És meg nem haladtuk. Tehát küldhetünk mi föl űrszondákat, távcsöveket, űrhajókat, bármit, és engem nagyon érdekel, hogy a James Webb milyen képeket küld le, vagy a Cassini milyen fotókat készít az útján, vagy az összes többi ilyen görög és latin nevű űrjármű pontosan mit kommunikál az univerzumról felénk. De egy valamit ne felejtsünk el. A törvényt mi éljük át. A dharmát mi ismerjük fel, vagy sem. Saját tudatállapotunk függvénye az, hogy ezt a világot hogyan tapasztaljuk, beleértve a másik embert is. Ha ma bal lábbal keltem föl, embert nem akarok látni. Akkor mindenki útba van. Hogyha ma ilyen fantasztikus reggeli gyakorlattal paroláztam a buddhákkal és a bodhiszattvákkal, az összes érző lény a barátom, és mindenkin segíteni szeretnék, és akkor veletek van az utam szegélyezve. Érted? Teljesen másképp tudjuk ezt látni.
És végezetül, hogy jusson idő kérdésekre is, szeretnék egy alaphármasra rámutatni, az egyik szélsőség, a másik szélsőség és a közép. Tehát amit jónak, rossznak és közepesnek, de nem átlagosnak szoktunk mondani. A középút az egy Mahajána találmány, a Téravádában nem találod meg. Azt Omkára tudja, hogy esetleg a Védántában, jogában vagy a másik négy darsan bármelyikében ez ott van-e. De a középút ez egy olyan Mahajána találmány, amely egy picikét az embert a normalitás felé viszi. És én ezért vagyok nagyon hálás a tanítóimnak, mert hogyha így a bevezető végén egy újabb hármassal fejezhetem be a mondatot, az az, hogy a zen nem csak buddhizmus. Tehát nem egy ilyen speciális kínai, koreai, japán ízváltozat csupán, hanem bizony a fogadó két vallás, a taoizmus és a konfucianizmus elég mélyen beleívódott. Tehát ha te azt az elképesztő rendet, struktúráltságot, kapcsolati hálót, emberi intelligenciát és egyebet nézed, ami a konfucianizmusban van, néha egy kicsikét merev tud lenni, de azért igyekeztek a neokonfuciánusok, főleg Mengzétől fölfelé, kicsikét ez fogyaszthatóbb legyen. Tehát a struktúra, a közösség, az egymásra utaltság, a viszonyrendszer, a helyzet, kapcsolat, cselekvés, újabb saláta hármas, ez a konfuciánus import. A taoizmusban ott van a magas, a középső és az alsó. Ők nem nagyon foglalkoztak így a világ rétegeivel, csak látták, hogy van ég, meg így középen a föld, meg ott lent alatta valami. A három csakrát is a taoizmus kiemeli, a tantien, itt a köldök csakra, utána itt ez a középső égető, ez a hasnyálmirigy környéke, napfonat, de itt a napfonat azért a rendszerekbe vándorol, hogy ez mekkora és hol van. De a napfonat az eredetileg itt a hasnyálmirigy is tud lenni, és a felső az pedig a szívcsakra. A fölött és az alatt a taoizmus nem nagyon foglalkozik semmivel. Azt mondja, legyen a kondér alatt a tűz, hogy a gőz fölfelé szálljon. Tehát, hogyha az energiád itt van lent a köldökcsakrában, akkor ez az egész felső kettő, ami a kicsit negatív érzelem csomó, hasnyálmirigy, ott odaszúr a gombos tű, ha félsz, vagy megriadsz, ugye? Ez, és itt a felső ég, a kifejtett érzelmek, az egyén középpontja, a szív, akkor ez jól működik. De ha itt nincs elég energia, akkor túl sok van fölül, főleg a szív, és felfordul az egész. Nagyon sokszor mondták nekünk az ázsiak, hogy nem a kulturális különbségek nagyok nyugat és kelet között, hanem ti olyanok vagytok, mintha fordítva látnátok a világot. Teljesen fejjel lefelé van az egész, mert mi nagyon fejnehezek, nagyon beszédközpontúak és nagyon érzelemközpontúak vagyunk, és benne vagyunk a teremtettségben nyakig. Holott jó lenne átlátni, hogy a teremtő, a teremtett és a kettőt összekötő lényeg az bizony közös nevezőn van. Tehát hány teológiai bakit, hitvitát és háborút, egyházszakadást el lehetett volna kerülni akkor, ha le lenne tisztázva, hogy a teremtő, a teremtett és az azt átható lényeg milyen viszonyban van. De mivel ez nincs letisztázva, ezért elképesztő mennyiségű vita van arról, amit még soha nem tapasztaltak, de szétgondolkodtak 2000 év során. Végezetül pedig szeretném azt az 500 évet mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ahol a mostani paradigma és társadalom, tudatosság és egyéb szempontjából a legjelentősebb dolgok történtek, mert a legfontosabb emberek megjelentek. Ezt most csak kronológikusan szeretném a Buddhával kezdeni, Krisztus előtt 565 környékkel, és utána rögtön nem több, mint 100-120 évvel Patanjali és Szókratész, ők nagyjából kortársak voltak. Utána szintén 100-120 év Lao Tse, szintén kb. 100 Konfucius, és szintén kb. 100 Jézus Krisztus. És itt, ez alatt a cirka 5-600 év alatt egy olyan paradigmát raktak le ezek a nagymesterek, akik után természetesen voltak hatalmas újítók és megújítók, elég csak Bodhidharmára, vagy Assisi Szent Ferencre, vagy nagy jogikra gondolni,
illetve voltak előzmények, lásd, Áton, Mózes és hasonlóak, de ez a bő 500 év, vagy szűk 600 év, ez olyat adott nekünk, hogy a mai napig ezt a házi feladatot nem oldottuk meg. Úgyhogy ha ezek a hármasok segítenek ahhoz, hogy jobban lásd magadat, a világot és az azt összekötő törvényt, téged, a másik embert és az embercsoportot, azt, ahogy tényleg működünk, de működnünk kellene, akkor ez az előadás elérte a célját. Úgyhogy én szeretném megnyitni a lehetőséget a kérdéseknek, és akkor a mikrofont kezetekbe véve, kérlek szépen kérdezzetek bármelyikünket arról, amit tudni szeretnétek. Köszönöm a figyelmet. Ugye volt szó arról, hogy elég egy cél, és ezt már így sokszor hallottam én is, de hogy ha én most fölkelek, és nekem az egyetlen célom, hogy embereken segítek, akkor ott van mégis az, hogy miből élek meg hogy hát, hogy ilyen sok dolog merül fel, és hogy ezt hogy lehet valahogy, vagy hogy ez hogy működik akkor, hogy ez még kicsit olyan. Hát, hogy olyan jézusosan válaszoljak neked, mikor megkérdezik Jézustól a tanítványok, hogy mi tegyünk, mi beöltözködjünk, akkor Jézus csak annyit mondott nekik. Ezeket a kérdéseket a pogányok teszik föl. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Amiket itt előadtunk közösen, ezek elég magas röptű filozófiai szárnyalások, és talán egy kicsit el is vadíthatnak bennünket, hogy most ezt mind tudnunk kell azért, hogy kiteljesedjünk. Ezzel egy hegyi pásztor elesik a megvilágosodástól, aki valószínűleg közelebb van a Teremtőhöz, mint akár én is. És valójában mindezek a tanítások, amiket ma végighallgattál, utána a kenyeredre is visszatérek, mindezek, amiket végighallgattál, ezek segédeszközök, inspiráló, megértést segítő eszközök, olyanok, mint a kisgyereknél a kitámasztó kiskerék a kerékpár mellett, hogy onnantól kezdve azokat a végtelen egyszerű lépéseket tedd meg, amit a zen útján meg kell tenni, illetve a jóga útján. A 10 parancsolatnál is, amit a keresztények használnak, illetve a zsidóság is, a 10 parancsolatnál is, ha betartod az első parancsolatot, a többi 9-re nincs szükség. Ha betartod a 10 parancsolatot, nincs szükség polgári törvénykönyvre. Ha betartod a 10 parancsolatot, akkor nincs szükség az 50 000 oldalas EU szabályzatra, amit használnak az emberek, amiről senki nem tud semmit, szerintem lehet, hogy senki el se olvasta a megíróink kívül, csak ha balhé van, akkor kivesznek egy-egy paragrafust, hogy számon kérjenek. Befejezésül egy nagyon szép Sivananda idézettel próbálok neked válaszolni. Lehet, hogy az életben különböző feladataid és kötelességeid vannak, de a legfontosabb feladatod az önkiteljesedés. Minden egyes feladatot rendeljé ennek a végső célnak alá, és akkor megteremtődik az, amire vágyódsz, még egy búcsú Jézus idézet, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Tehát a kérdés az első pillanatban az, amikor a megélhetésedről beszélsz, hogy el tudod-e hinni magadról, hogy neked sokkal több tudna lenni, mint ami most van. Nagyon szépen köszönöm. Következő kérdés ott. Hogyha én megyek az utamon, az életemben, és azt tapasztalom, hogy sok akadály van előttem, akkor ez azért van, mert jó úton járok, vagy azért, mert mondjuk rossz úton járok? Mert két világnézet van, amit ugye szoktam hallani, hogyha nagyon sok akadály van, akkor véletlenül jó úton jársz, és csak törd, és menj, és ott a cél. Van a másik, amikor azt mondják, hogy hát túl sok az akadály, inkább hátrálj meg. Honnan tudom, hogy melyik az igaz? Hogy én ismerem fel? Milyen járművel mész te azon az úton?
Hát a saját magam testével. Akkor egy zombi vagy. Az csak test. Mi mozgatja azt a testet? Hát a lélek. Oké. Mi látja a testet és a lelket? A tudat. Uh-huh. Mennyire vagy tudatos? Ez dönti el az utoljárás minőségét. Ez dönti el azt, hogy hogy látod az akadályt. Itt két dolgot néz meg, és ezért kérdeztelek előzetesen, hogy ezt a tudatminőséget te hogyan javítod, hogyan fejleszted, hogyan világosítod, mert ezen tudat, mint a szenzor a képet, az fogja közvetíteni azt, amit látsz. Oké? El kell dönteni, hogy valójában te milyen irányba mész. Az életem során nagyon sokszor volt olyan, hogy nemhogy ilyen vastag fátyol volt előttem, hogy a 6 méter vastag ólomfal. És csak egyet tudtam, hogy a fal túloldalán van az, amit én szeretnék, és így lépésről lépésre az ólom rétegeket le fogom hántani, és az akadályon túl fogok jutni. Tehát van egy nagyon világos célképzet, hogy te tényleg mit akarsz elérni, ezt a fogadalmaink szabályozzák. Az előbb hallottál a 10 parancsolatról, ezek úgy módszerek, hogy mit igen és mit ne. A fogadalmak azok hasonlóak, de például a bodhisattva fogadalmakban benne van az a célképzet, amely nekem életcélt, életmódot, életvitelt, az élet forrását, mindent ad. Ez az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Na most, ha én erre törekszem, és közben akadályok merülnek fel, akkor tudom, hogy az irány helyes, tehát érdemes keresztül menni az akadályokon. Magyarul nézd meg, hogy mi van az akadályok mögött. Miért kell ez? Nagyon sokszor az ember azt hiszi magáról, hogy azt a célt követi, amelyet az elméje szépen a homlok lebenyére ír. De nagyon sokszor nem. Ezt hívjuk öncsalásnak. Tehát a megmutatkozó akadályok sorozata és a mögötte lévő tényleges tárgy, cél megmutatja, hogy én tényleg mit akarok. És erre tessék figyelni, valóban arra megyek, amerre én azt mondom, hogy megyek? Vagy pedig valami egész más csinálok, és közben azt mondom, hogy Big Mac. A második, amit nagyon meg kell nézni, hogy te azzal, hogy átmész az akadályokon, kivé válsz. Visszariadsz az akadálytól, vagy nem mész át rajtuk, kivé maradsz. Valakivé te maradsz, hogyha nem küzdesz, és valakivé válsz, hogyha küzdesz. Most nehogy azt higgyük, hogy egyik jobb a másiknál. És ha a kettőt összerakod, a célt kívül és a változás minőségét belül, akkor ez úgy kiadja így metszetben, hogy helyese, amit teszel, amit követsz, amit akarsz, vagy sem, hogy nagyon. Itt már azért nem sok tévedés marad. Ezt a kettőt nézd meg. Jó? Köszönöm. Szívesen. Még van 3 sorom. Uram, add, hogy amit meg lehet változtatni, azt megváltoztassam. Uram, add, hogy amit nem lehet megváltoztatni, azt elfogadjam. Uram, add, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Következő kérdés? Ugye 3 gunáról beszélünk, de vagy az én fejemben inkább egy ilyen 4-es felosztás van. Tehát úgy látom, hogy van valami, ami stabil versus instabil, vagy mozdulatlan versus mozog, mondjuk egy dimenzióban. Másik dimenzióban egy tiszta vagy sötét. Tehát nekem egy 2x2-es rendszer van a fejemben, de általában mindig erről a 3-ról beszélünk, nem tudom, ez a 2 összeférhet-e egymással valahogyan. Húha! Lefordítod magyarra, amit mondtál. Tehát mondjuk egy meditáló ember, a szatvikus, tehát mondjuk azt, hogy tiszta és mozdulatlan, stabil. Lehet valaki tiszta és mozgékony, és mondjuk aki karma jogázik, éppen dolgozik, de másokért cselekszik. Most már megértettem, legalábbis azt hiszem. Nevezetesen azt értettem meg, hogy ahogy beszéltünk róla, egyáltalán ez a fogalom nem létezik, hogy tiszta szatva. És mivel a láttad, arról beszéltünk folyamatosan, hogy
a fátyol, különösen ebben a fázisában, ez egy mozgó fátylól, ami azt jelenti, hogy itt meditálsz és szatvikus vagy, és fél óra múlva pofán vágsz valakit, mert belementél a karmádnak abba a felhőjébe, és ott van, azonnal tamó rajaszikussá válsz, mert ugyanaz a személy elvesztette a türelmét, és jött egy lecke a prarabda karmájából, amit ő még nem oldott meg, és mivel pofán vágta a másikat, úgy néz ki, hogy még egyszer ezt meg kell próbálnia. Tehát gyakorlatilag az ebből a legnehezebb, hogy ez a hármas felosztás, ez állandóan kombinálódik. És amíg nem, hány esetben láttuk akár tanítóknál is, hogy miközben végig tanították az egész életüket, eljöttek ide Tibetből, egy borzasztóan kemény, agresszív és néha borzasztóan rosszul bántak az emberekkel, miközben megírták a csodálatos tanításaikat, hogy milyennek kéne lenni. Tehát azt próbáljuk meg megérteni, hogy amit látunk és amit belülről megélünk, nincs meg az esélyünk az, vagy bocsánat, nem mindenkinek van meg az esélye, hogy így járja végig az utat egy szatvikus fátyollal, hanem itt van nekünk, ha már jársz az ösvényen, akkor valami ilyened van, és ebbe folyamatosan változik a gunáknak az aránya és a dinamizmusa is. Tehát lehet, hogy reggel ott vagy a sötét tamaszba, kilátástalannak látod a világot, csinálsz néhány napüdvözletet, és rögtön jobban érzed magad, azonnal megváltozik a közérzeted, megváltoznak a gúnák arányai, szinte másodperc szinten is egy ember életében, és ha megnézed, ott volt például a, kit nevezünk a fasizmus kitalálójának? Hát, meddig menjünk vissza? De nem a, nem a, a akihez hozzákötött a filozófus. Nietzschehez kötik, Nietzschehez. De hát azért ott van, neki ott van Nietzsche. Nem volt túl ő sem. Nem volt, de ő nem volt fasiszta hozzá. Nem, nem, csak Uber. És utána jött a taxi. Így van. És kész, vége volt. Annyi volt Nietzschénél is, ha belegondolunk, hogy ő végig az oversoulról, a felsőbb rendű énről beszélt, és a legnagyobb baja az volt Nietzschének, hogy a végén nem tudott megbékélni azzal, hogy miközben tisztán látta a felsőbbrendű énjét, perceken belül a leggyarlóbb formájába vissza tudott csúszni, és ha nem tévedek túl nagyot, a végén ezt a hatalmas feszültséget nem tudta elviselni, és tudomásom szerint megőrült talán, lehet, hogy öngyilkos is lett, azt nem tudom. Elmegy, hogy intézetbe végezte, de hogy azt nem tudom, viszont megvan a pillanat, amikor ő elborult, és annyira az übermencsről beszélt, hogy minden emberit ki akart magából vetíteni fölfelé, elfeledvén, hogy az, ami fölöttünk van, az nem ember. Nem embertelen, nem emberi, nem ember alatti, nem ember. Tehát ez volt a hiba, hogy a felsőt egy ilyen nagyon nagy felsőbb személynek szerette volna, és gondolatilag ezt annyira erőltette, hogy minden érzését elnyomta, aztán egyszer csak a háza előtt egy kocsis ütötte a két lovedő, úgyhogy üvöltöttek, szenvedtek a szegény párák, és ekkor az elmégy kattant egyet, elfojtott érzés együttérzéssé vált, és így ráborult a lovakra, hogy védje őket az ostorcsapásoktól, és utána már nem volt épp az elméje. Hát ennyire lovaljuk bele magunkat a szélsőségekbe. Vigyázzunk. Vigyázzunk. Ez segítség volt egyébként, ahogy beszéltünk, vagy közel volt ahhoz a válaszhoz, amit kérdeztél? Vagy mi az, ami nem jutott el? Köszönöm, ez segíteni fog. Szerintem még azért gondolkodom rajta kicsit. Annyit, hogy én tőled két duális párt hallottam, amikor a kérdést föltetted. Ezeknek a gunákhoz nem sok köze van, de rávetíthető, vagy éppen párba állítható. Én javaslok egy újabb játékot, mert szerintem úgy alkalmas az értelmed arra, hogy ilyenekkel szépen tud játszani. Ugye a Trimurtit említettem korábban, és most pedig a Trigunáról azért hallottunk egy fantasztikus tanítást Omkara bevezetőjében, és a kettőt próbáld meg ilyen mátrix-szerűen összerakni. Mi a szatvikus teremtés? Az a nem teremtés.
mi a rajasztikus teremtés? Az, ami eléggé dinamikusan, de még nem annyira determináltan működik. Mi a tamasztikus teremtés? Na, az, amikor csak az anyag van. Csak a determináltság van. Milyen az, amikor mondjuk szatvikus vaisnava az alkat, nem magáért tartja meg? Tehát birtokol valamit, megtart valamit, de nem magáért. Rajasztikus vaisnava, neki is jut, másnak is jut. Tamasztikus vaisnava, csak magának. Ultraönzés. Szatvikus saiva, megment másokat. Csak másokra gondol. Mások megszabadítása, megtisztítása, a sakti felajánlása. Érted? Rajasztikus saiva, teremt is, pusztít is. Tisztít is, pusztul is. Jut is, marad is. És ebben a fluxusban állandó keletkezés, maradás, megszűnés van. Nem szűnik meg teljesen. És a tamasztikus siva az a pusztulás. Az csak a halál. Az a legsötétebb dolog, ami csak létezhet. Ezek csak címszavak. Mindenki nyugodtan játszon el ezekkel a minőségekkel, talán azért is, mert a mindennapjainkban nyakon csípheted magad, hogy ebből a kilencből te most éppen mit csinálsz. Mit csinálsz ebből a 3x3-ból? Jó? Egyéb kérdés? Mit gondoltok arról, hogy a mai 2024-ben élő ember mi a legnagyobb akadálya abban, hogy az önkiteljesedést elérje? A cél hiánya, a tamasz, a tunyaság, vagy mi? Az elme állapota. Az elme állapota, és mindig újra és újra visszautalok, hogy vannak tendenciák a világban, és ezeket a tendenciákat mindenkinek látnia kell, hogy milyen a tömegnek az állapota, illetve hányan vannak azok, akik egyáltalán szeretnének ebből tudatosan kikerülni, szeretnének tudatosan felébredni. És mivel merülünk bele abba a világba, ahol eleve olyan erők irányítják, amelyek a fogyasztást és a fogyasztás nyomatását és azt a célt tűzik ki maguknak, minden médiumból az jön kifelé, hogy te csak akkor lehetsz boldog, ha ezt iszod, te akkor leszel boldog, ha ezt eszed, te akkor leszel boldog, hogyha celeb vagy. Csupa olyan dolgok, amik kifelé fordulását inspirálják a társadalomnak, és én most jelen pillanatban nem látok egy olyan nyomatékot, hiszen minden az egyházak és a spiritualitás lejáratására megy, nem tudják azt elfogadni, hogy igenis, elment az a pap, fölszenteltette magát, de ő legalább megpróbálta, még ha menet közben el is bukott. Mi meg nagyon sokan meg se próbálunk elindulni az úton, és ebből következik az, hogy maga a társadalom ereje sincs annyira erős, hogy azt mondják, hogy kérem szépen, kellene Magyarországon 42 zen templom. Kellene Magyarországon még 42 Sivánanda jóga központ, ahol azokat az értékeket támogatnák, amitől egy társadalom igazságos, életerős, termékeny, önmagát megvédeni tudó, és ehhez nyilvánvalóan arra lenne szükség, hogy maga a társadalom vezetése, a társadalom zöme akarjon tisztulni, akarjon tisztává válni, de a viszonyok úgy tűnik, hogy ezt így a harmadik világháború határán táncolva nem teszik lehetővé. Magam is az elméből indulnék ki, és az elme állapotot nagyon hasonlóan jellemezném, de itt
sokkal, de sokkal nagyobb a probléma, mint ami látszik. Ugyanis elhisszük a látszatvilágot. Tehát amit láttál, hogy a fátyol rá van ragadva az arcra, és csak azt, a lélek teljes takarásában csak azt látjuk, ami a karmának az áramlása. Ezt Sung San Zen mester úgy mondta, hogy túl sok az ember ahhoz képest a Földön, hogy milyen elképesztően gyengék lettek a tudatok. Tehát nem a lélek számunkkal van a baj, a tudatunk minőségével van a baj, az elme szétszórtságával, gyengességével, szakadtságával, alapminőségeivel van a baj. És amíg nem ébredünk föl, vagy nem akarunk fölébredni kellő számban, addig ez így is lesz. Tehát ha egy bizonyos arányt nem érünk el, az advaita utak, vagy a gondolkodás előtti utak, a megszabadulás, felébredés utak gyakorlásában, akkor ez nem is fog megváltozni érdemben. Na, az a fontos, hogy te milyen elmével, tudattal és irányvétellel éled az életedet. Mert ha megnézed, kicsit visszanézel a visszanézhető múltba, az emberiség arányaiban mindig ilyen volt. De ennyire rossz helyzetben úgy tűnik, még nem voltunk. Mert mindig volt, hogy az egyik világrendről át lehetett állni egy másikra. Erről hova állsz át? Mire? Mindig volt egy újabb terület, ahova ez az embercsoport úgy áthajózhatott, átvonulhatott, és akkor ott kezdhetett egy új életet, vagy egy új társadalmat, egy új civilizációt. Most hova mész? A Földet még így nem tettük tönkre, az biztos. Tehát ahogy most állnak a rendszereink, kőkemény, hogy az elkövetkezendő 5 és 50 év között itt mi minden lesz, amiről hát így halvány fogalmunk lehet, hogyha érdeklődő üzemmódban, összeszedett elmével, az okozatiságot jól ismerő csatornákat nézünk. De fogalmunk sincs, hogy itt mi lesz. És ezt azért hangsúlyozom, mert végül mi marad, csak is a tudatod minősége marad. Azaz, amit átviszel a következő inkarnációba, maradvány karmáddal, a vállalt vagy kényszerű azonosulásaiddal együtt. Ezért ilyen fontos az, hogy te éppen milyen elmeállapotban, tudatállapotban és fizikai állapotban vagy. Mert itt nagyon szeretnek bizonyos beállítódású emberek világvégéről beszélni, hölgyeim és uraim, nem lesz vége. Ahhoz mi kevesek vagyunk. De a végtelenségig ronthatjuk. Nincs semmi beépített védelem ez ellen, mert nincs semmi beépített gát fölfelé. Tehát bárki elérheti az önkiteljesedést, a szvabáva állapotát, a dzsivamukta állapotát, vagy pedig koreo factual deo, a teljes és felülmúlhatatlan felébredettség állapotát. Tehát ezeknek rengeteg állapot jelzője van, és nincs fölfelé akadály, akkor lefelé sincs védelem. Fogjuk fel. És ezért óriási felelősség például az alsó, középső, felső meghatározása, hogy mi az, amit legfelsőbb tudatállapotnak nevezünk, átlagos középsőnek, és mi az, ami embertelen, ami emberhez már méltatlan, mert annyira alattunk van. Úgyhogy igen, a legnagyobb akadály az, hogy ebben a fene nagy információ szabadságban a figyelmünk egyhegyű időtartama az 7 másodperc. Le kellett csökkenteni a videók hosszát. Tudjuk. Mert már nem tudtunk 17 másodpercig figyelni, vagy 28-ig, és erre mi ilyen maratonszerű másfél órás anyagokat rakunk föl a YouTube-ra, és hidd el, a kitartóbbja nézi is. Köszönjük szépen. Mert így figyelsz, megkérdezik, Szunyim, te miért nem raksz föl ilyen rövideket? Mondom, azért. Azért, pont azért nem rakok föl, hogy te a kitartásodat, figyelmedet és egyebedet tréningezd rajta. És ezért sincs általunk megengedett, vásárolt vagy eladott reklám. Tehát amit látsz a csatornán, azt a Google per YouTube rakja be. De én nem engedem, hogy szándékosan azért, hogy én 5 centet kapjak egy videóért, reklámokkal rombolják a figyelmedet és szennyezzék a tudatodat,
nem a mosóporral és az ital reklámmal van a baj, hanem az, hogyha a darmával elkezdjük ezt vegyíteni. Tehát beálltál egy elképesztő receptív, befogadó hullámhosszra, és akkor kapsz te valamit, ami ugyanazon a hullámhosszon bemegy, és mész vásárolni. Azon nyomban. És ez nagyon döbbenetes, mert ez így működik. Ez így működik, tehát módosított tudatállapotot, ahogy hallottad, igyekeznek előidézni a társadalom azon részei, akik úgy hiszik, hogy hatalmuk van. Csak azért, mert bizonyos pénzügyi, haditechnikai, gazdasági, politikai eszközökkel rendelkeznek. És itt a válaszom végén szeretném Hanvas Bélát idézni, hogy aki másokon uralkodik, az hatalmas, de aki magán uralkodik, az erős. Egyéb kérdés? Még egy gondolat a Gyulához. Köszönöm. Mivel te saját magad is tudtad a válasz 75%-át, hiszen elindultál az úton, meg is értetted, hogy miért kell elindulni az úton, legalábbis nekem elárultad, ezért egy Gandhi mondatot fogadja el. Légy magad az a változás, amit a külvilágban látni szeretnél. Éljen a Mahatma. Még egy-két kérdés, aztán boldogan megyünk haza. Kinek van? Én a Wangsan Sazen templomról szeretnék kérdezni, hogy az építés folyamán mikor lesznek ott még további ilyen szálláshelyek így megépítetve? Minél hamarabb. Ha jössz segíteni, akkor gyorsabban. Jó. Építjük, van engedélyünk most már 4-re, csak hát az, hogy nem kolbászból van a kerítés, az mostanában szerintem mindenkinek az élő realitása. Most ott tartunk. Az apátlakot építjük még egy olyan csapattal, akik a korábbi épületekben is részt vettek. Ezek nagyon drága emberek, és annyira jól befutott a karrierjük, hogy mi ezek után 2 épület kivételével el fogunk köszönni tőlük, és egyszerűen azért, mert nem tudjuk őket kifizetni. Ez ennyire egyszerű. És a szanga saját maga fogja a kisebb szállásépületeket megoldani, míg a nagyobb zentermeknél, majd ha olyan erősek leszünk, akkor majd visszahívjuk ezeket a jó embereket, mert az ő szaktudásuk és rutinjuk már csak oda fog kelleni. De most szállásépületeket fogunk építeni, és egy műhelyépületet, és a műhelyben fogjuk az összes többit legyártani. Most ennek a feltérképezése zajlik, hogy például honnan vegyünk ragasztott, rétegelt fát. Hogyan munkáljuk meg? Most például Kínából behozattunk olyan cserepeket, amelyek templomi cserepek, oda nézel, teljesen templomi, de műanyagból vannak, üvegszálas, nagyon nagy hőmérsékleten és nyomással kialakított időjárás álló cserepek. Ezeket mi Magyarországon le fogjuk gyártani. 3 épületnyit hoztunk be, mert úgy telt meg a konténer, de még egyszer ugyanezt nem fogjuk kifizetni. Tehát itt egy olyan világot élünk, ahol visszatér a kaláka, visszatér az egymás segítő csapat, illetve szanga. Mindenkinek van helye, aki szeretne ott gyakorolni belül, dolgozni kívül, a szangával harmonizálni. Hogyha ezt szeretnéd, lehet. De rajtunk kívül nincs senki. Úgyhogy ezt kell megjegyezni, hogyha valaki például a szangát fontosnak tartja, akkor és mondjuk a Sivananda jogaközponthoz tartozik, akkor itt te ne fogyasztó legyél, hogy kifizetted, azt bejössz, azt mész haza félig izzadtan. Tehát itt sokkal többre lesz szükség a közeljövőben is, meg a távolabbi jövőben is, mint amit most az emberek letesznek az asztalra. Ahhoz, hogy ezek a szellemi értékek és emberi közösségi értékek tovább éljenek. Hát, ha elfogytak a kérdések, nagyon szépen köszönjük mind a ketten, hogy eljöttetek. Októberben még nagyobb puttonnyal folytatjuk, egy gyönyörű szép helyen, megyünk ki a Búbánatvölgybe, és megyünk a Zen templomba, és ott lesz a következő előadás. Búcsúzóul énekeljük el a Maha Mrityunjaya mantrát 3-szor, és ha valakinek még van adakozó kedve, az nyugodtan ölelje magához a persejek valamelyikét,
ha van miből, akinek meg nincs miből, az meg ne érezze lelkiismeret furdalást, hogy ezek mindig pénzt kérnek. Nekünk az van, ha látjátok, hogy néhány év alatt létrejött a Zen templom is, a környező ingatlanok mind létrejöttek Búbánatvölgyben. Nekem külön ajándék az, amikor Szuni eljön hozzám egy ebédre, és hozza a répát, hozza a paradicsomot, és amikor Zellett. Beleharapok, akkor érzem azt, hogy ez szeretettel, tiszta földön, organikusan nőtt fel, és olyan szomorú vagyok, hogy ezt nem lehet mind a 10 millió magyarnak odaadni, holott megvan a föld is hozzá, megvan minden hozzá, és ha nem tudunk létezni és működni, és valószínűleg csak érzitek mindkettőnkből, hogy bennünk ott van a szándék, de azt is tudomásul vesszük, ha a társadalomnak egyszer erre nem lesz szüksége. Mi megpróbálunk mindenkit meggyőzni, hogy a szabadulás nem az anyagi tárgyak felé lesz. Ott arra felé a szenvedést tárolják. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukam eva vandanam Mrityor mushtivamritam Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukam eva vandanam Mrityor mushiyam amritat Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukam eva vandanam Mrityor mushiyam amritat Om Shanti 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 Om Beke 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 Om Bolo Sadguru Sivananda Maharajiki Jaya Om Bolo Swami Vishnu Devananda Maharajiki Jaya Om Bolo Sungsan Mester Jaya Jaya Hálás szívem megköszönöm Omkára Veres András jogamester meghívását. Mindig öröm és megtiszteltetés, hogyha köztetek lehetünk tanítványostól. Kívánom azt, hogy mind a két hagyományvonal éljen és virágozzék minden lény javára. Köszönöm a figyelmet.